Példaértékű az együttműködés a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségén belül, hangzott el a rendezvényen. Ami nagyon fontos, hogy a kapcsolattartás nagyon aktíva a más határon túli szervezetekkel szintén, tehát egymás rendezvény is részt vesznek, és én azt hiszem ott is látszik, hogy ez az egység, ez a közös munka, ez meghozta az eredményét. Az eseményen Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár elmondta, a családi vállalkozások nehéz helyzetben vannak, hiszen átlagosan csak 4-5 hektárnyi terület áll a rendelkezésükre. Mindenképp két olyan ágazatot emelnék ki, melyek mindenképp tudják szavatolni a gazdaságok fennmaradását és fejlesztését. Az egyik az állattenyésztés, a másik pedig az intenzívebb növénykultúráknak a termesztése. Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke elmondta, eddig 62 szervezet volt tagja az egyesületnek, és a közgyűlés után remélhetőleg újabb 6-tal bővül. Hozzátette, a falugazdászok munkája is sikeres. Az idei évben már, és a múlt évben a falugazdászaink eljutottak a legkisebb településekre is, hiszen nem azt néztük, hogy a termelők menjenek be az irodákba, hanem próbáltunk a kisebb falvakba is napokat meghatározni, amikor a falugazdászok ott fogadták a termelőket, tehát rendelkezésükre álltak. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagszervezeteknek különböző érdekeik vannak, mégis egységesen tudnak működni. Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy ez egy példaértékű szövetség itt Vajdaságban is, de úgy látom, hogy példaértékű szövetség az egész Kárpát-medencében. Ez mindenféleképpen egy hosszú, erőteljes munkának az eredménye, másrésztről pedig annak a bizonyítéka, hogy a racionális érdek az fölül tudja írni a lokális helyi érdekeket. Pásztor István hozzátette, a falugazdászok állománya is bővülni fog. Jelenleg 11 falugazdász dolgozik, a jövőben pedig a számuk várhatóan 20 fölé emelkedik.